A kormány döntése értelmében kiterjeszti a maszkviselési kötelezettséget hétfőtől, tehát november 2-ától a vendéglátásra, illetve a szórakozó helyekre is. Az operatív törzs október 29-ei sajtótájékoztatóján Kis Róbert arról is beszélt, hogy az üzemeltető felelőssége a szabályok betartatása. Az étterem vezetőinek a vendéget például a szórakozóhely elhagyására is fel kell szólítania, ha a figyelmeztetést követően sem hajlandó viselni a maszkot. Mostantól a vendéglátóhely vezetőjének kell arról is gondoskodnia, hogy a szabálytalankodó a későbbiekben se tudja igénybe venni a szórakozóhely, illetve a vendéglátó egység szolgáltatásait. Egy szekszárdi étterem dolgozója szerint nem lesz egyszerű betartatni a szigorúbb szabályokat a vendégekkel. Az új szabály szerint, aki bejön és bent tartózkodik az étteremben, sajnos maszkot viselnie kell majd, ugye. Ha csak pulthoz jön oda, ha csak beszélni szeretne egy pár szót, vagy foglalni asztalt, sajnos hordania kell. Ha már leül egy asztalhoz fogyasztani ételt, akkor leveheti, viszont, hogyha mennie kell mosdóba, vagy bárhova elszaladni, ugyanúgy vissza kell sajnos vennie. Az étterem dolgozója szerint a kisebb gyerekek esetében fordulhatnak elő nehézségek, ugyanis a játszósarokban, az asztalok körül nekik is ugyanúgy viselniük kell a szájmaszkot. Reméli, hogy a szigorúbb szabályok miatt nem lesz kevesebb munkájuk. Reménykedünk benne, hogy nem fogja visszaszorítani a forgalmunkat. Nem hiszem, hogy ez egy olyan súlyos lépés, mivel eddig is voltak azért ilyen elvárások, hogy hordjanak az emberek maszkokat. Viszont biztos, hogy lesz olyan, aki ezzel nem fog egyetérteni, és ez miatt nem fog eljönni. A kormányrendelet értelmében a maszkviselésre vonatkozó szabályok betartatását a rendőrség is ellenőrizheti. Azt a szórakozó helyet vagy vendéglátó egységet, ahol nem tartják be a szabályokat, az egyenruhások akár be is záradhatják.